Nem sok mindenre emlékszem, de ilyen képek vannak. Tehát egyrészt ilyen, az anyukám mindig ilyen nagyon elegánsan öltöztetett a többiekhez képest. De vannak ilyen régi képek, tehát ilyen fényes cipő, fehér zotti, nem tudom, tehát ilyen nagyon elegáns vagyok. És nagyon sokáig az megvolt bennem, hogy egyszer nincs lehetetlen. Tehát, hogy bármit. Tehát, hogy ez nagyon sokáig megvolt bennem, nem tudom, eddig legalább 8-9 éves koromig. Tehát, hogy bármi, ami... Tehát, hogy így minden előttem van. Tehát, hogy ilyen, amit mondtam, hogy ilyen nagyon pozitív, ilyen belső töltés vagy kisugárzás, és hogy bármi lehetséges. Aztán utána ilyen voltak ennek ilyen korszakai, amikor ezeket így kezdtek megtörni, amikor már találkozol a családon belüli határokkal, iskolán belüli határokkal, az már úgy megtört, de ez egész sokáig tartott. És persze belül soha nem múlt el, de kívül meg ilyen értetlenségek voltak, hogy kell ehhez alkalmazkodni, vagy hogy kell ehhez együttműködni, hogy ez megmaradjon. De alapvetően, tehát a gyerekkoromra ez jellemző egyrészt, hogy ilyen, tehát hogy minden lehet, ezt tudom. A másik meg, hogy rendkívül mindig vezető voltam. Tehát, hogyha az óvodába kellett valamit csinálni, vagy az iskolába, vagy ha húcsata volt, nem tudom, én mindig a vezér voltam. Ilyenekre emlékszem. És hát 5 éves korom még nagyon sokat jártam a nagymamámhoz, szinte egész nyarakat töltöttem ott. Ő így nekem a szeretet szimbóluma, tehát ilyen teljes feltétel nélküli elfogadás, és tehát abban a térben is ilyen eszméletlen jó volt létezni. Nagyokat aludtam, sokfélét játszottam. És utána apukámnak olyan foglalkozása volt, hogy akkoriban ilyen termelőszövetkezeteknél volt főkönyvelő, és Somogy megyében éltünk egy évig, ilyen nagyon kis faluba, utána egy másik, ugyanilyen kis faluba szintén Somogy megyében, és ott jártam elsőben meg másodikban. És utána ott is már csak ilyen emlékfoszlányok vannak, bár régi fotók is vannak. Tehát például Somogy megyében olyan helyen laktunk, ahol a második világháborúban ilyen nagy csaták lehettek, és bárhova mentünk a falu környékén, tehát ilyen géppisztolyokat találták, töltényeket, puskákat, nem tudom. És akkor az volt a gyerekek játéka, hogy szétszedtük a töltényeket, kivettük belőle a puskaport, és egy saját gyártású puskába, tehát így nem tudom, így cikláztattuk. Nem tudom, tehát én amúgy nagyon jó gyerekkorra emlékszem. De tényleg csak ilyen képek vannak. Tehát, hogy amikor Somogy megyében laktunk, közel voltunk a Balatonhoz, gyakran jártunk oda. És kaptam egy ilyen gyönyörű kék labdát, nem is láttam azóta olyan, tehát olyan, mint a tenger, vagy mint ilyen gyönyörű kék jég, és csillagok voltak rajta meg a hold. És azzal játszottunk a Balatonon, és valahogy elvitte a víz, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy ez például bennem van, hogy volt egy jó labdám, és ott elvesztettem. Nagyjából ez a gyerekkor, meg utána nálam azt olyan, ilyen 9-10 éves koromtól már utána átvette az iskola, és az meg ilyen, az rendkívül átalakít. Tehát alkalmazkodni a tananyaghoz, alkalmazkodni a tanárokhoz, alkalmazkodni ahhoz a napirendhez, az nem az én világom volt, de viszont nagyon érdeklődő, megnyitott voltam mindenre, csak az előbb mondtam, hogy azért is olvastam több száz könyvet, ilyen 8-ra már ilyen nagyon okos tojás voltam, ezt már nagyon sokat tudtam. Tehát van ilyen nagyon vastag értelmezőkészi szótár, vagy idegen szavak szótár, azt így bárhol fölütötted, megmondtam bármelyik idegen szót. Tehát, hogy volt egy ilyen azzal párhuzamosan, hogy minden lehetséges, a világ megismerésének is szerintem ilyen nagyon nagy szándéka. Na most egy ezek jutnak eszembe. És még valami játék, ami így eszedbe jut, hogy nagyon szerettél? A nagymamámnál minden nyáron ő ilyen vályogházba lakott, ilyen régi parasztházba,
és annak a tornáca és vályokból volt, tehát ilyen... Nem tudom, ismered azt a felületet, az is föl van kenve ilyen szalma, ilyen agyagos keverék, és nem tudom mi. És azt minden évben megújították, és ilyen nagyon szépen azon a tornácon, tehát nem ilyen kövezett tornác volt, az ilyen, majdnem, hogy ilyen fényes, ilyen sima felületet adott ki. És hátul volt ilyen kis raktár, ahol ilyen zsákokba különböző babokat tartott a nagymama, és akkor azokból a zsákokból hoztam a különböző színű babokat, és nagy hadseregeket építettem, amik ott harcoltak a... harcoltak ezen a felületen. Ez évekig játékom volt, hogy ilyen nagy csatákat vezettem. Nagyon jó. Miért, te mivel játszottál, amikor kicsi voltál, te mire emlékszel vissza? Amikor kicsi voltam, akkor mi is minden nyarat a nagymamámnál töltöttünk. Volt ilyen nagy beteményes kert, és imádtam ott a zsenge borsót megenni, meg így lopkodni a répát, de a répát rengetegszer beletörtem a földbe, mert nem tudtam kihúzni. Nagyon sokat voltunk kint, én már kis korom óta, és imádtam kint lenni a szabadban, tehát én nem tudtam. Nem tudom, mondjuk a gép előtt ülni, vagy ilyesmi, egyszerűen mindig ki akartam menni, és így érezni az energiákat, meg az univerzumot, meg nem tudom. És sokszor így fákra építettünk ilyen, mondjuk lépcsőt, vagy ilyen kis üléseket, és akkor nem volt, tehát nem volt ház, faház, de hogy úgy fel lehetett csücsülni, meg volt ilyen felvonó, meg ilyenek, és akkor csináltunk íjakat, meg, meg kardokat, és akkor jöttek a izék, a mindenféle támadó hadsereg. Hadsereg, és igen. Igen. Meg volt biciklis klubunk, ezt is nagyon szerettem. És akkor számoltuk, hogy mennyi trükköt tudunk csinálni. De már az is trükknek számított, ha egy kézzel vezettem a... Hogyha felraktam a lábamot a kormányra, igen, akkor már az is trükknek számított. Úgyhogy azt nagyon szerettem. Állatok voltak? Tyúkok, meg volt pulyka is, amire én azt hittem, hogy struc. Meg disznó is volt egy darabig, de aztán azok nem maradtak meg sokáig. De azt nagyon szerettem, hogy reggel így kimenni, és akkor összeszedni a friss tojásokat. Ez jó volt nagyon. Meg ilyen kalandozós voltam egyébként már akkor is, tehát hogy olvasgattam ezeket. Volt egy ilyen gyerekmagazin, ami arról szólt, hogy a fiú, a főszereplője a magazinnak, ő utazgat a világban. És ezt nagyon imádtam mindig, már akkor nagyon vonzott ez a dolog. Úgyhogy egy ilyen kis kalandor. Most az jutott eszembe, hogy amikor ilyen kicsi voltam, akkor olvastam ezeket a nagy felfedezőket. Rám is óriási hatással volt, meg ilyen indián könyveket akkor olvastam. Az jó. Igen, az ilyeneket nagyon szeretem, a 80 nap alatt a föld körül. Azok olyan egyszerű, de maga a történetem úgy tök egyszerű, de mégis annyira jó, ilyen kis kalandos. Szerintem azért szeretem a régebbi könyveket is, meg a filmeket is. A régebbi filmek is olyan egyszerűek voltak, de mégis valahogy olyan... Nem tudom, volt egy ilyen bája. És ez inkább általános iskola előtt volt? Vagy már iskolába jártam, de még akkor is ez a... Akkor már sulis voltam. Általános sulis. Itt jártál? Szerinted jó? Uh-huh. És akkor jó volt kiszabadulni oda a vidékre bármikor, gondolom, nem? Tehát ehhez képest, nem? Jó volt egyébként, igen. Az óvodában meg csak arra emlékszem, hogy sokat jártunk kirándulni,
meg sokat zenéltünk, tehát hogy nekem nagyon sok zene volt a csoportomban, az oldalban, és tele volt élettel, meg nem tudom, olyan varázslattal. Babázni, babáztál? Micsoda? Babázni? Nem nagyon. Nem? Befestettem a hajukat, körömlakkal. Tehát inkább kardod volt, mint babáz. Igen. Valahogy jobban szerettem a... De volt egy egyöcsém, szóval jó, emiatt így jobban szerettem a talán picit fiúsabbtól. Így, hogy... Nem. De volt egy Forma 1-es autóm. Én ezt akartam kérdezni, milyen kedvenc játékaid voltak akkor egy Forma 1-es autón. Az biztos, hogy nagyon egyszerű játékok elegendőek, amikor a mostani legidősebb fia kicsi volt, talált magának szerintem ilyen 3 éves korában egy kukát, tehát egy ilyen, így kinyitottad, és akkor így be lehet állítani szerkákat, meg tollakat, így asztalon használtad, valamelyik cég ilyen szóróajándéknak adta. Azt megtalált, az 3-4 évig a kedvenc játéka volt, csak nyitogattak. Hoztam neki Amerikából a szuperebbnél szuperebb autókat, azokat pár nap alatt szétszerelt, és akkor elvesztette az érdeklődését. De a kuka az, az megmaradt. Igen. Neked volt kedvenc játékod? Hát olyan volt inkább ilyen... Nem volt annyira játék, de egy ilyen plusz figura volt, ami igazából kulcstartó volt. De hogy ezt így nagyon szerettem, megkötöttem hozzá, így nem tudom, mindig babusgattam, meg ilyesmi. Azzal aludtál? Szerintem igen, aludtam is. Ja. Szívesen mennél vissza abban a gyerekkorba? Igen, szerintem nagyon jó volt, nagyon szerettem. Sok szabadságunk volt, meg sok szeretet. Uh-huh. Még tényleg nagyon szerencsés voltam amúgy az óvodában is, tényleg végig volt varázslat. Tehát akkor jó gondok voltak, vagy jó csoport volt, vagy ilyen? Uh-huh. Meg ahova jártam, majd hogy akihez jártam, a zongoratanár, ott is végig volt varázslat, nem az a, az, az uncsi volt, tudod, hogy akkor ilyen megtanuljuk uh-huh. az anyagot, meg izé, és akkor ilyen szigorúan. És közben meg olyan szomorú volt így nagyobb fejjel, amikor egy boltosztálytársammal találkoztam, és akkor, mert azt az zongoratanárt kirúgták, és akkor mondta a boltosztálytársam, hogy hát persze, hogy kirúgták, mert nem tanított semmit. Olyan dolgokat tanított, amit nem tudtam megfogni kézzel, tehát hogy annyira sok szeretet meg odaadás volt koncertjeiben, tehát ilyen éneklések voltak, meg olyan volt, hogy valaki mondjuk dobolt a térdén, vagy a combján, valaki tapsolt, valaki csettingetett, és akkor ebből lett egy zene. Mm. De szerintem ez tökre különleges volt, meg tényleg nagyon izgalmas volt. Hát igen, hogyha valaki erre nem nyitott, vagy nem érzékeny, akkor annak ez egy hülyeségnek tűnik, nem? Vagy ilyen értéktelen, nem? Nálunk a főiskolán volt egy ilyen nagyon-nagyon komoly tanár szerintem, akik nagyon mélyre mentek, de ugye mindenkinek volt valami happy-e, tehát hogy mondjuk egy éven keresztül volt egy irodalom anyagot, hogy mit kell, ez mondjuk világirodalom volt, hogy mit kell világirodalomból tanulni egy éven keresztül, az egy elég nagy dolgot ölelt föl, de ennek a tanárnak Shakespeare volt a kedvence, tehát egy éven keresztül Shakespeare tanultunk. De az olyan mélyre vitt, minden drámát elolvastál, meg annyi mindent megértettél belőle, hogy utólag is azt mondom, hogy ilyen nagyon nagy ajándék volt. Miközben a tananyagnak a többi 90%-áról nem beszéltünk, azt neked kellett magadtól dolgozni, de az ő látásmódja, meg az ő ilyen szeretete ebbe a dologba, az meg tökre átjött. Tehát amilyen. És arra emlékszel, hogy ez a varázslat mikor tört meg, vagy amikor ezek a varázsok már kevesebbek lettek? Hát szerintem a gimi után. Gimi után?
Tehát akkor a gimiben még ott viszonylag ilyen. Hát ott jó volt a gimi, de ott nem volt annyira ilyen varázslat, vagy nem tudom. Igazából miután abba hagytam az angolázást. Az mikor hetened abba? Amikor 15 hetem. Magattól? Magattól hagytad abba? Igen, mert ez a zongoratanárt kirúgták, és utána lett egy új zongoratanárom, és nem kedveltem annyira. Hát milyen érdekes, hogy egy csomó dolog az nem a tárgyhoz kötődik, hanem a személyhez, aki közvetíti, ugye? Igen. Hogy az én is megfigyeltem, hogy például van, aki a matekból egy olyan pedagógusnál tud szárnyalni, és a következőnél meg búdácsol. Szóval...